és középvállalkozásokat jobb helyzetbe hozza. Egy kis és közepes vállalkozó egy nagyobb projektben, ahol 25%-ot vállal egy munka elvégzéséből, hogyan fog tudni egyetemleges felelősséget vállalni, esetlegesen az egész projekt kudarcáért. Tehát ezt mindenképpen finomítani kell, amellett, hogy nekem olyan gondjaim vannak, hogy itt, és megint csak azt mondom, hogy Kupcsok képviselő úr vezérszónokként is említette, itt belepiszkálnak a csődeljárásra és a felszámolásról szóló törvényjavaslatba, amire nem vagyok biztos, mert én magam nem vagyok jogász, de az, hogy kizárnak bizonyos bevételeket a rendszerből, ez nem-e meríti ki majd a csődbüntet kategóriáját, mint vagyon elvonás. Mert megpántlikáznak bizonyos bevételeket, tehát az általam ismert csődtörvény szerint egyfajta sorbanállás van a hitelezők között, és az alvállalkozót, mint ilyen különleges hitelezőt, az a törvény még nem különbözteti meg, tehát mindenképpen ott a folytatást, a jogharmonizációt el kéne végezni. És egy nagy ugrással hadd térjek ki. Nekem szimpatikus, hogy a közbeszerzések tanácsára vonatkozóan átemelték a hatályos törvényből való gondolatokat, de ami nem elfogadható, hogy a kormány alá helyezik azt a szervezetet, és ezzel megteremtik azt a lehetőséget, hogy a legnagyobb ajánlatkérő adja meg a játékszabályokat, meg még ellenőriz is. Tisztelt képviselőtársaim, mi ez, ha nem a mutyi, a klientúra és a haverok igényeinek kielégítése? Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Aracki Andrásnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának. Öne a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Előjáróban azt kell rögzítenem, hogy a közbeszerzés az államháztartás működtetésének egyik legfontosabb formájában eljárásjogi, de tartalmi szempontból a közösségi források elosztásának fontos meghatározó eszköze, és a közélet tisztaságának igen érzékeny indikátora. A közbeszerzési törvény szabályai az elmúlt évtizedben sok változáson estek át. A változások szinte minden esetben a gyorsabb, átláthatóbb, eredményesebb eljárás biztosító, a gazdasági igényekhez jól igazodó törvény megalkotásának igényét fogalmazták meg. Elmondható, hogy ezek az igények nem teljesültek elfogadható szinten. Az előttünk levő új törvénytervezete reményeink szerint közelít az elvárásokhoz, alkalmazása jogkövető magatartás esetén teljesíteni fogja az államháztartás megnövekedett és szigorú elvárásait. A 2003. évi 129. közbeszerzésekről szóló törvény felülvizsgálata és új törvénnyel történő teljes felváltása kiváló példája annak, hogy Magyarország, mint az Európai Unió tagállama, egyidejűleg tud megfelelni az uniós jog összetett szabályrendszerének, és ezen keretek között messzemenően érvényesíti a nemzeti szempontrendszernek megfelelő eljárási szabályokat, prioritásokat is. Az uniós értékhatárt elérő eljárásokra vonatkozó rendelkezések előkészítése során a kormány nem csupán az ide vonatkozó közösségi jogi szabályozást, hanem az azzal összefüggő európai bírósági joggyakorlatot, szerződések megkötése és módosítása, és az Európai Bizottság értelmező jegyzeteit versenypárbeszéd eljárás is figyelembe vette. Utóbbiak kifejtik, árnyalják az irányelvi szabályokat, és támpontokat adnak valós nemzeti mozgásterünk megfelelő felismeréséhez. A jogalkotás során a fentiek felismerése még további, a jogszabály minőségét megalapozó előkészítő munkához vezetett, a jogi összehasonlítás hasznosságát felismerve 10 másik tagállam közbeszerzési szabályozásának tanulságait is levonva építi a magyar joganyagot. A szabályozás megalkotásának időszerűsége vitathatatlan. Hatályos törvény 2003 óta számos módosítással terhelt szövege átláthatatlan, bonyolult és ennek megfelelően lassú és átláthatatlan eljárásokhoz vezetett, amelyek az elmúlt évek során
elmúlt évek gyakorlati tapasztalati alapján a verseny tisztaságát, a közpénzek átlátható felhasználását nem tudta biztosítani. A tisztelt ház előtt levő javaslat és a kormány egyik legfőbb célja, hogy ezen a téren érjen el fordulatot a jelenlő változást, fordulatot jelentő változást. A törvény átlátható szerkezetével, a kizáró okok részletesen meghatározásával, az indokolatlanul hosszú alvállalkozói lánc kialakulását gátló szabályokkal. A garanciális közbeszerzési alapelvek minden esetben történő alkalmazásának rögzítésével. Ugyanakkor emellett egyidejűleg érdemi lépéseket tesz az eljárás gyorsítása érdekében is. A közösségi jog által megengedett minimális határidők alkalmazásával, továbbá az igazolásokkal, nyilatkozattételekkel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése révén. Az igazolási kötelezettségek eddigi rendszere a hiteles másolatok, közjegyzői okiratok követelmények túlzott száma jelentős és nem minden esetben indokolt adminisztratív többletterheket okoztak az ajánlattevő vállalkozásoknál. Erre tekintettel a fő szabályozási irány a javaslatban foglaltakkal egyetértve az egyszerű másolatok szélesebb körben történő felhasználhatóság irányába kell mutasson. Mindazonáltal az egyszerűsítő szándék nem vezethet más elvi célok sérelméhez, és nem gyengítheti az ajánlatkérő helyzetét, jogi lehetőségét. Utóbbi követelményre tekintettel szerepel a javaslatban több helyen a dokumentumok eredetiségének vagy hitelességének vizsgálati lehetősége, vagy a kizáró okok kapcsán az igazolási módok kormányrendeletben történő szabályozásának lehetősége, amelyre a javaslat indokolása kifejezetten hivatkozik. A javaslatban szereplő említett igazolási kötelezettségre tekintettel, tehát szükséges egyértelműen összehangolni az egyszerű másolatok beadhatóságára vonatkozó rendelkezést a speciális igazolásra vonatkozó előírásokkal. Ezzel összefüggésben felkívánom hívni a figyelmet, különösen az adókötelezettségek teljesítésre vonatkozó igazolásokra, a bank számlájával összefügg igazolásokra, vagy az ajánlati biztosítékok alá igazolására. Utóbbi tárgykörben például egy bankgarancia nem lenne érvényesíthető egyszerű másolatban rendelkezésre álló dokumentum alapján, hogy az ajánlatkérő valós és hatékony jogi garanciáját csak egy minősített dokumentum biztosíthatja. A javaslat közbeszerzési eljárásból történő kizárás jelentő esetköröket a hatályos törvénynél részletesebben fogalmazza meg. Teret nyer számos következesen deklarált kormányzati szándék, az adó elkerülő offshore vállalkozási forma elleni védekezés, az átlátható tulajdonosi háttér, az etikus magatartás követelménye. Ezen az egy téren van egy esetkör, amelyre még a javaslat nem terjed ki. Az az eset, ha valamely ágazati jogszabály speciális ágazati szempontból tilalmaz jogviszonyokat szerződéskötés bizonyos gazdasági szereplők között. Ennek egyik esete a közszolgáltatási közbeszerzéseknél, például az energetikai ágazat ágazati jogterén az Európai Unió harmadik energiacsomagjából fakadó tilalom. Erre a helyzetre egy új közbeszerzési törvényen épp úgy figyelemmel kell lenni, mint hogy a közbeszerzési szabályrendszer évek óta figyelembe veszi ellenkező előjellel, ha valamely gazdasági szereplőt jogszabály jogosít fel egy tevékenység kizárólagos végzésére. Az előbbiek szerint tehát az ágazati jogszabályok előírásának tiszteletben tartására csak a kizárókok újabb esetköre biztosíthat be lehetőséget. A javaslat által bevezetni kívánt új kizárási eszközzel esetkörrel összefüggésben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a szakmai etikai szabályok megszegésének kizáró okként történő megjelölése önmagában még nem biztosítja eléggé hatékonyan, hogy a közbeszerzésben részt venni kívánó gazdasági szereplők magatartásukat megfelelő etikai szabályrendszerhez tudják igazítani. Sőt, ha ilyen rögzített elvárásrendszer nincs, az a kizárási feltétel gyakorlati alkalmazhatóságát is megkérdőjelezheti. Erre tekintettel hasonlóan az egyes gazdasági szereplők által önként alkotott belső etikai kódexekhez szükségesnek látom a kizárók alkalmazásának lehetőségét egy közbeszerzési etikai kódexsel megerősíteni. A javaslat a közösségi szabályokat tiszteletben tartva lépéseket tesz
a közbeszerzési jogorvoslat hatékonyságának javítása érdekében. A jogorvoslati idő rövidülése a közbeszerzési döntőbizottság elvi döntéseinek bevezetése várhatóan meghozza a szükséges eredményeket ezen a téren. Ugyanakkor a jogorvoslati eljárással összefüggésben az ajánlatkérő védelme további eszközt igényel. Egyelőre ugyanis egy eredménytelen jogorvoslat esetén az ajánlatkérő hátrány szenvedhet, annak ellenére, hogy ez esetben éppen ő a jogkövető magatartás tanúsítója. Hátrány az, ha az ajánlatkérő, ha egy hosszabb ideig tartó jogorvoslati eljárás esetén a körülmények időközben bekövetkezett változására az ajánlatkérőnek már nem állna érdekében a szerződést változatlan feltételekkel megkötni. Ennek ellenére erre köteles. Ezzel szemben az ajánlattevő számára biztosított, hogy döntsön arról, ajánlatát fenntartja-e. Így éppen a közpénzekkel gazdálkodó szereplő nem lenne védve egy számára már erőnytelenné váló szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettséggel szemben. Végezetül üdvözölve a közbeszerzési eljárás szabályrendszerének valamennyi különös eljárásra kiterjedő meghatározását, a közszolgáltatói közbeszerzés terén szükségesnek látom egy javaslatban nem szereplő specialitás figyelembevételét. A javaslat az építési beruházások átadás-átvételi eljárását 25 napban maximalizálja. Ezzel szemben a közszolgáltatások ellátása szükséges infrastruktúra, sajátos építményeri, például villamos vagy gázvezeték, kompresszorállomások, stb. A hatósági előírások hosszabb határidejű úgynevezett próbaüzemet határoznak meg. A próbaüzem az előírások értelmében akár több hónapig is eltarthat, az átadás átvitelire a beszerzés jellegéből adódóan csak az eredményes próbaüzemet követően kerülhet sor jogszerűen. Tisztelt Ház! Az előterjesztés előbb említett úgymond gyengesét módosító indítványokkal ki lehet javítani, amelyek eredményeként egy korszerű, a magyar prioritásokat jól kezelő közbeszerzési törvényt tud a tisztelt Ház elfogadni. Mindezek alapján a KDNP frakció a javaslat elfogadását támogatni tudja. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Apáti Istvánnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Kétségtelen nagyon vártuk az új közbeszerzési törvényjavaslat benyújtását, vártuk az új közbeszerzési törvény megszületését, de immáron sokatszor nem azt kaptuk, amit vártunk. Ugyanis már tavaly nyáron, tavaly júliusi vitában beígérték, hogy ősszel vagy legkésőbb december tájékán az országgyűlés elő kerül egy vadonatúj közbeszerzési törvényjavaslat. Aztán ezt elhalasztották tavaszra, a tavaszból nyár lett, most nagy nehezen csak sikerült benyújtani ezt a javaslatot, és hát naivan azt gondoltam én magam is, és szerintem több ellenzéki képviselőtársammal együtt, hogy ez azt jelenti, hogy egy minden pontjában kiérlelt, alaposan kimunkált törvényjavaslat tárgyalását kell most megkezdenünk. Hát ehhez képest azt látjuk, hogy számos sebből vérzik ez a javaslat, és hát őszintén sajnálom, hogy Fónagy államtitkár úrat ilyen kellemetlen helyzetbe hozta a saját minisztériuma, hogy egy ilyen nehéz küzdelembe küldte be azzal együtt, hogy jól tudom én is, hogy nem tartozik államtitkár úr közvetlen szakterületéhez a közbeszerzések kérdésköre, és hát hogy a jó kereskedő megpróbálja eladni a silány minőségű portékát, úgy rárólták azt a nem túl kellemes kötelezettséget, hogy egy többsebből vérző törvényjavaslatot próbáljon elfogadhatóvá vagy emészthetővé tenni számunkra. Kétségtelen, hogy szükséges volt több ponton változtatni. Azzal is egyetértünk, hogy a 2004. május 1-én hatályba léptetett közbeszerzési törvényt nem lehetett tovább toldozgatni, fordozgatni, úgy, hogy van, ki kell dobni a kukába, és egy vadonatúj törvényt kell megalkotni. Ez idáig tehát rendben volnánk. Csak az a helyzet, hogy ne tévesszük már össze azokat a fogalmakat, hogy egy törvényjavaslat elolvasásához kevesebb idő szükséges, akkor egyben azt is hisszük, hogy már rögtön egyszerűbb is lesz minden. Ha megnézzük, ennek a törvényjavaslatnak a terjedelme indokolással együtt 244 oldalt tesz ki, és hát ezt mindennek nevezném, csak rövidnek nem, meg könnyen emészthetőnek nem, és oda-vissza hivatkozások ugyanúgy megmaradtak benne, lehet, hogy egy kicsivel kevesebb csökkentett mennyiségben, de ugyanúgy megmaradtak, és hát erősen vitatkoznék azzal is, hogy közvetlen közbeszerzési szakértelem nélkül is megérthetőek a törvény különböző rendelkezései.
Amikor az előbb a 244 oldalt jeleztem az indokolásait, akkor a PDF formában letölthető mennyiségre vagy oldalszámra gondoltam egyébként. És hát az egyszerűsítés azért ne azt jelentsem, hogy a végletekig leegyszerűsítjük. Azért messze nem olyan egyszerű egy közbeszerzési eljárás, legalábbis azok számára, akik a gyakorlatban is foglalkoztak már ezzel, és nem csak elméleti szinten ismerkednek az anyaggal, aki legalább egyszer bonyolított már eljárást életében a piackutatástól, piacfelméréstől, becsült érték megállapítástól, kezdődően a bírálóbizottság megalakulásáig, az eljárás több tucatnyi fázisáig, a szerződés kötéséig, illetve a szerződés kötésről szóló tájékoztató közzétételig, az tudja, hogy nagyon-nagyon nehéz eligazodni a közbeszerzési törvény rendelkezéseiben. Valóban többször nekem is az volt az érzésem jogalkalmazóként még évekkel ezelőtt, hogy kvázi az Amazonas őserdeivel kell szembenéznem akkor, amikor megpróbálok valahogy eligazodni a közbeszerzési eljárásokban, és véletlenül sem merném ahhoz venni magamnak a bátorságot, hogy a közbeszerzések avatott szakértőjeként tüntessem fel magam, de azt igenis elmerem mondani itt a tisztelt ház előtt is, hogy 2-3 tucat eljárást bonyolítottam már életembe, akár kompletten, első lépéstől az utolsóig, akár különböző mértékben közreműködtem közbeszerzési eljárások lebonyolításában, akár önkormányzati ajánlatkérők, akár önkormányzati társulások, vagy önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában. Ezzel a tevékenységemmel tavaly áprilisban hagytam fel, ugyanis a képviselői mandátum megszerzésekor egy korábban magamnak és választóinak tett ígéretet váltottam be azzal, hogy mandátumszerzés esetén semmi mással nem foglalkozom, sem más politikai tisztséget, sem egyéb munkakört nem töltök be, minden erőmet és energiámat a képviselői munkának szentelem. Viszont eleven ennél az emlékezetemben a 2004 nyarától 2010 tavaszáig terjedő időszak, amikor is közbeszerzési referens képesítést szerezve rögtön a mélyvízbe dobott be az akkori munkáltatom, és több eljárást elsőtől az utolsó fázisig nekem kellett lebonyolítani, illetőleg néhány munkatársam ebben segítségemre volt. Ezért most engedjék meg, hogy kicsit talán az általánosságon túl, talán némileg a részletes vita szintjén is említsek néhány olyan feltűnő hiányosságot, hangsúlyozottan a teljesség igénye nélkül, amelyet feltétlenül orvosolni kellene. Hát egyrészt találunk ebben a törvényjavaslatban bőven stilisztikai, nyelvhelyességi, nyelvtani hibákat. Olyan gumifogalmakat építenek be, mert megint nem lehet majd mit kezdeni. Ezeket nagyon sürgősen számüzni kellene, csak néhányat említenék most önöknek. Az alapos okkal feltételezheti, akik érdeklődésüket vagy érdeklődési szándékukat kifejezték. Nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba. Nagyobb módosítás. Sem értelmező rendelkezések szintjén, sem az indoklás szövegében nem találunk arra útmutatást, hogy mely cselekmények esnek ebbe a fogalomkörbe. Ezt rögtön előre bocsátom, a jogorvoslatok során nagyon nehezen kibogozhatóvá teszi az, hogy mi történt az eljárás során, és gyakorlatilag a ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes esetkörével fogunk találkozni, akár a közbeszerzési döntőbizottság eljárásában, akár később a bírósági szakaszban. A teljesség igénye nélkül említenék néhány olyan pontot, amely alapvetően ellentmond az önök kincstári optimizmusának, vagy hurrá optimizmusának, nem is tudom, mi a megfelelő kifejezés erre, mely szerint itt most már eljön a közbeszerzés időszak kánaánja, és minden egy csapásra megoldódik. Hát messze, messze nem ilyen rózsás a kép, ugyanis ha már azt akarjuk alapul venni, hogy próbálnánk segíteni mondjuk a nem klasszikus ajánlatkérőknek, tehát akik általában költségvetési tételekkel akkor találkoznak, a hazai vagy uniós forrásokat elnyernek, akkor úgy gondolom, hogy alkalmazható lenne az a szabály, amely az utóbbi években megkönnyítette ezen gazdálkodó szervezetek életét, nevezetesen ne kössük ezt a többség mértékű támogatáshoz, hanem csak akkor kelljen ilyen gazdálkodó szervezeteknek közbeszerzési eljárásokat lefolytatniuk, ha 75%-ot elérő vagy meghaladó mértékű uniós vagy hazai támogatásokban részesülnek. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetekben jelentősen le fog csökkenni a lefolytatandó közbeszerzési eljárások száma, de tekintettel arra, hogy egy magyar kis- és középvállalkozás, pláne egy mikrovállalkozás nem feltétlenül arra van kalibrálva, hogy közbeszerzési szakembereket foglalkoztasson, számukra jóval könnyebb lesz a gazdasági szférában való eligazodás, ha a lehető legkevesebb alkalommal tesszük ki őket a közbeszerzés okozta követelmények teljesítésének. Vagy említek két példát önöknek az uniós értékhatár eljárások kivételi körének meghatározásakor. Rögtön mondanék kettőt, amit feltétlenül száműzni kellene, törölni kellene a kivételi körből. Az egyik, amelyet egyébként a még hatályban lévő
közbeszerzési törvénye kapcsolatban pontosan tegnap fogadott el a tisztelt ház, a közoktatási intézményekkel, közoktatási intézmény fenntartó joggal kapcsolatos. Továbbra is tartjuk azon álláspontunkat, hogy ez egy közbeszerzési oldalról történő durva beavatkozás az önkormányzatok önállóságába, és a kis önkormányzatok az alacsony lélekszámú települések ellen intézett önkormányzati törvény koncepciójában testetöltő, majd az ősszel a törvény szintjén testetöltő támadás egyik közbeszerzési oldalról történő megalapozása. Tehát ezt egyrészt törölni javasoljuk, másrészt pedig jogi szolgáltatások esetében, még uniós értékhatár esetén is csak közzétételi kötelezettsége van az ajánlatkérőnek. Persze meg lehet közelíteni úgy is, hogy bizalmi kapcsolat az ajánlatkérő és a jogi szolgáltatást végző ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, jogi tanácsadó, vagy különböző szintű szakértő vagy szaktanácsadó viszonya, de hát ne keverjük össze a dolgokat. Nem ugyanaz, amikor egy magánszemély vagy egy vállalkozó a saját magánpénzét, magánforrásait fordítja ilyen szolgáltatások igénybevételére, és teljesen más, amikor ezt közpénzből teszik. A közbeszerzési kötelezettséget itt is elő kellene írni, és hát azok a rossz emlékek idéződnek fel bennünk, amikor azt láttuk, hogy ciklusokon átívelően, teljesen mindegy, hogy ki van kormányon, hol a szocialisták, hol a Fidesz, ilyen és ehhez hasonló rendelkezésekkel a saját ügyvédeit, a saját tanácsadó köreit igyekezett nem teljesen korrekt módon helyzetbe hozni, és vég nélkül akár több tíz vagy több százmilliós megrendeléseket is lehetett adni olyan ügyekben, vagy olyan jellegű munkák elvégzésére, amelyre egyébként mondjuk egy minisztériumi szakaparátus tökéletesen alkalmas lenne, de hát könnyebb esetleg a haveri vagy baráti köröknek ilyen juttatásokat biztosítani, és aztán ellenőrizetlenül az ilyen és ehhez hasonló összegek mondjuk a pártkasszák feltöltésére, kampány, illegális kampányfinanszírozásra is fordíthatóak. Tehát kicsit, sőt nem is kicsit mosolycsalt az arcomra szocialista képviselőtársam előző felszólalása, tehát amikor itt a szocialisták meg a Fidesz egymást támadja korrupció ugyanúval, meg haverim a baráti körben végrehajtott mutyikkal, akkor a bagoly mondja verébnek közmondása jut eszembe. Tehát igaz, hogy különböző mértékben, különböző szinten, és természetesen nem általánosítva, nem mindenkire kiterjedő módon. Azért azt megállapíthatjuk, hogy az elmúlt nem 8 évben, az elmúlt 20 vagy 21 esztendőben korrupció terén a kormányok az elsibolt összeget tekintve nem győzték egymást felül, erkölcsileg pedig alulmúlni, illetőleg a különböző kormányokhoz köthető különböző szintű politikusok. Hát itt azért egy nagyon éles és nagyon tisztességtelen verseny rajzolódott ki az elmúlt 20 esztendőben. Nagyon érdekes, hogy egyszerűsítésről beszélnek, és közben az ajánlatkérők számára olyan bejelentési, vagy tájékoztatás, vagy értesítési kötelezettséget írnak elő, amely jórészt indokolatlan. Éppen ezért lesz olyan módosító javaslatunk is, amely úgy fogalmaz, hogy a törvény hatályba lépésének időpontjában már nyilvántartásban lévő ajánlatkérőket nem kell még egyszer nyilvántartásba vételre kötelezni. Elképzelhető, hogy ez volt a jogalkotó szándéka eredetileg is, de nem árt egy pontosító mondatot majd a norma szövegbe a hiányosság, illetve a félreértések elkerülése véget beszúrni. Nagy érdeklődéssel vártam a közbeszerzési eljárások előkészítő szakasza szabályainak megreformálását. Vártam, és hát gyakorlatilag etéren szinte semmit nem kaptam. A bíráló bizottságokkal kapcsolatban szinte semmi újat nem mond a törvény, holott aki a gyakorlatban foglalkozott közbeszerzésekkel, az nagyon jól tudja, hogy nem feltétlenül magában a szorosabb értelmet közbeszerzés eljárásban dőlnek el lényeges kérdések, hanem leginkább az előkészítő szakaszban. Tehát amíg mindenki a közbeszerzés eljárás során elkövetett esetleges korrupciós cselekményekkel koncentrál, addig a dolgok már sokkal korábban eldőlnek. Itt egészen pontosan arra gondolok, hogy a költségvetés tervezésénél kellene jobban észnél lenni mindenkinek, akár áruk, akár szolgáltatás megrendelések, különösen építési beruházások, vagy különböző koncesziók esetében a túlározás, túlköltségelés a korrupció melegágya. Tehát, hogyha itt ágazati szinten kimunkált keretek közé szorítanánk és maximálnánk a költségelhető, költségvetés beépíthető tételeket, meghúznánk egy felső határt, akkor ezen túlmenő nem lehetne semmilyen tételt beépíteni, és megszüntetnénk azokat a forrásokat, mint egy elvágnánk ezeket az utánpótlás vonalakat a korrupció vonatkozásában, tehát be sem kerülhetnek már az eljárásba olyan tételek, amelyek később a korrupció kiinduló pontjai. Amíg ezt a kérdést nem rendezzük, addig alkothatunk mi rövid vagy hosszabb közbeszerzési törvényeket is, a világon semmit nem fogunk tudni elérni. És ráadásul régóta rendezetlen témakör, vagy régóta megoldatlan probléma a döntés előkészítés és a döntés hozatal folyamatának egyértelmű, meredek különválasztása.
Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, egy kicsit talán durva a példa, amikor a állam és jogelmélet tantár keretében jogi egyetemen oktatják az államhatalmi ágak különválasztását, ahogy minden normálisan működő rendszerben alapvető elvárás a törvényhozó, bíró és a végrehajtó hatalom különválasztása. Ugye a közbeszerzés eljárások kapcsán is külön kell választani a döntéshozatal és a döntés előkészítés folyamatát. Apró pénzre váltva elmondom, hogy mire gondolok. Amikor közbeszerzési szabályzatot készítettem évekkel ezelőtt, akkor mindig különös figyelmet fordítottam arra, és általában közelharcot kellett vívnom polgármesterekkel, alpolgármesterekkel és helyi képviselőkkel, de kivétel nélkül mindenki megértette ennek a lényegét, hogy a bíráló bizottságnak nem lehet tagja olyan személy, aki a döntéshozatalban később részt vesz. Nyilván az összes képviselőtestületi tag ebből ki volt zárva. Érthető módon ez nem tetszett sokaknak, mert én azt tapasztaltam, tisztelet a kivételnek egyébként, hogy amíg nincs olyan szakember, vagy az eljárásban nem veszélyes olyan személy, aki megérteti a politikusokkal, akár helyi politikusokkal, hogy semmi keresni valójuk a bírálóbizottság munkájában, addig ők leküzdhetetlen vágyat éreznek arra, hogy mindenképpen ott sertepertejenek a bírálóbizottság háza tájékán, holott ezzel leginkább több kárt okoznak, mint hasznot. És volt szerencsém olyan építési beruházással kapcsolatos beszerzéshez is, amikor az NVH egyik akkori illetékesek közbeszerzési referense hosszan arról panaszkodott nekem, hogy milyen áldatlan állapotokkal kell szembesülni akkor, amikor az eljárások több mint 90%-ában ugyanazok hozzák meg a döntéseket is, mint akik a döntés előkészítésben részt vesznek. Éppen ezért egyértelműen ki kell mondani, hogy a közbeszerzési eljárásban résztvevő személyek, szervezetek esetében nem vehetnek részt a döntéshozatalban azok a személyek vagy szervezetek, akik már a döntés előkészítés fázisában részt vettek, hiszen egy képviselőtestület szintjére képezzük le a döntéshozatal, a döntés előkészítés folyamatát, akkor az mégiscsak nonsens, hogy mondjuk helyi képviselők esetleg polgármesterrel, alpolgármesterrel a soraikban előkészítenek bírálóbizottsági tagként döntéseket, mondjuk délután 2 órakor, és este 6-kor kezdődő képviselőtestület ülésen részben vagy egészben ugyanazok a személyek majd meg is fogják szavazni azt, amit ugyan ők előkészítettek. Higgyék el, ez nem valami fajta rémtörténet, vagy a képzelet szülmény, nagyon gyakori probléma, amely nem csak az NVH, hanem egyéb közreműködő szervezetek vagy támogató hatóságok folyamatosan szajkóztak a szakma, illetőleg a politikum irányába, csak hát ez mindeddig süket fülekre talált. Ugyanígy jó lenne, hogyha nem az ajánlatkérőkre bíznák, vagy az ajánlatkérőket terhelnék az, hogy nagy nehezen találják a bíráló bizottságra vonatkozó szabályokat, hanem segítséget, eligazodást adnánk nekik. Éppen ezért kérjük módosító indítvány formájában, hogy kapjon helyet a normaszövegben az, hogy a bíráló bizottságnak amellett, hogy legalább 3 tagból kell állnia, minden esetben páratlan számú tagsága kell, hogy legyen, és abban kapjanak helyet, vagy kapjon helyet legalább egy közbeszerzési, legalább egy pénzügyi, és legalább egy a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy, pontosan annak érdekében, hogy a megfelelő szakértelem biztosítva legyen. És hát, ha már itt tartunk, akkor ki kell térni a központosított közbeszerzések rendszerére is. Hát itt is az önkormányzati önállóság sérelmét látom, amikor az 1000 fő lélekszám alatti települések esetében a kormány elrendelheti a központosított közbeszerzési rendszerhez való kötelező csatlakozást. Erre a mi álláspontunk szerint csak akkor lenne lehetőség, hogyha ehhez az adott 1000 fő alatti település képviselő testülete hozzájárul. Az ő hozzájárulások hiányában ne kényszerítsük őket arra, hogy a központosított közbeszerzés rendszerén keresztül szerezzenek be árukat és szolgáltatásokat. Ráadásul itt is van egy konkrét 5 évvel ezelőtti tapasztalatom, amikor is informatikai eszközöket kellett beszerezni. Jól emlékszem egyébként még a becsült érték nagyságára is, ez egy 20-21 millió forint körül összeg volt, és a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül gondoltuk volna beszerezni egészen addig, amíg az ügyintéző nem vette el a kedvemet egy életre ennek a rendszernek a használatától vagy alkalmazásától. Ugyanis amikor némileg feltártam neki, hogy milyen informatikai eszközöket szereznénk be, akkor közölte, hogy bár 2 évvel ezelőtt készült a költségvetés, és az eltelt időszakban meredeken estek az informatikai eszközök beszerzési árai, de valószínűleg ez nem hogy csökkenést, hanem óriási emelkedést idézne elő. Tehát a 20-21 milliós eszközöket mondjuk 25-30 millió forintért szerezhettük volna be. Lefolytattunk mi egy saját közbeszerzési eljárást, amelynek az lett az eredménye, kérem tisztelettel, hogy 10 millió forintot, 10 millió magyar forintot takarítottunk meg ezen az informatikai eszközbeszerzésen, amely egyébként egy 15-20 milliós árrést mutatott a központosított közbeszerzés értékeihez képest. Hát innentől kezdve arról beszélni, hogy a központosított közbeszerzés rendszere nem veti fel a korrupció gyanúját, nem veti fel a kormányközeli cégeknek való megrendelés lehetőségének a megteremtését, hát legalábbis vagy
szűklátókörűség, vagy esetleg aki ezt mondja, a tények ellenérenek egyéb érdeke fűződik ehhez. A határidők számításával is úgy látom, hogy hadilában állunk. Hát ha egyszer már a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályáról szóló törvényben nagyon helyesen visszatértünk a naptári napokban történő határidőszámításhoz, akkor mi motiválta a törvényjavaslat elkészítőjét abban,